eszembe jutott egy vicc. De hát mint a viccek általában ez nem olyan nagyon emelkedett, vagy komoly, szóval itt a jelenlévő magas teológiai műveltségi urattól engedélyt kérek, hogy elmondhatom-e. Engedélyt megadjuk. És nem egy szerzetes szájába illik a vicc, tehát nem mondjátok meg, hogy tőlem hallottátok, hogy maradjon köztünk. A vicc két emberről szól, akik nem tudják eldönteni, hogy mi van a halál után. Az egyikük a mennyben és a pokolban hisz, a másik pedig a lélekvándorlásban. És egész életükön keresztül jó barátok egyébként vitatkoznak, és se egyik, se másik nem tud hatni a barátjára. Végül megállapodnak, hogy amelyikük hamarabb meghal, valami módon jelt ad odaátról, bármi is legyen az odaát, hogy akkor most ez van, vagy az van, hogy legalább a másik tudja. Hát úgy hozza a sors, hogy az hal meg először, aki a mennyben és a pokolban hitt, és hát a barátja várja, a lélekvándorlásban hívő, reinkarnációban hívő, hogy na, tud-e valami jelet adni, és hogy mi lesz a jel, mi az üzenet. És egyszer csak este, amikor fekszik az ágyába, hallja a barátjának a hangját. Itt vagyok, itt vagyok. Mondom neked, hogy mi a helyzet. Felriad álmával. Ó, nem látlak, de hallom a hangod. Na mondd akkor végre, te már tudod, hogy mi történik. Azt mondja, hát, tudod, ide hát ez történik, hogy reggel felkelünk, megreggelizünk, utána nemi életet élünk. Aztán megint lefekszünk aludni, délben felkelünk, megebédelünk, megint nemi életet élünk, lefekszünk, és este ugyanez. Mondja még a földön levő barátja, ó, hát akkor neked lett igazad, akkor biztos a mennybe vagy. Mondja, nem, neked lett igazad. Gödöllőn vagyok az agrártelepen, tenyésznyúl. Ez kedves. Sok répát kell, és minket is érhet ilyen szerencse. Na,